Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Mikus Adriánt. Hát most már mesterdiplomás hárfaművészt. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm én is a felkérést, és hogy itt lehetek. Most már végre személyesen, ugyanis a tavaszi karantén alatt mi már azért beszélgettünk egy kicsit. Azóta viszont sok minden történt, lediplomáztál. Kezdjük talán ezzel, hogy nagyon friss a dolog. Mesélj egy kicsit, kérlek, hogy sikerült. Ez pontosan így történt, ahogy mondtad. A helyzetre való tekintettel sajnos nyár előtt, amikorra tervezve volt a diploma és az egyéb záróvizsgák, ezt nem sikerült megejteni. Így maradt őszre maga a diploma is. És hát valóban nagyon friss az esemény, ugyanis most szerdán volt online végül is a diploma és a prezentáció, amit létre kellett hoznom. Egyébként olasz nyelven, tehát egy kicsit Igen. akkor ugorjunk vissza az időben, hogy kerültél te Olaszországba? Igen. Én itthon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanultam. Itt végeztem az alapképzést. És hát mondhatni semmi sem véletlen, hogy pont az alapképzés diplomám előtt sikerült kijutnom Erasmus ösztöndíjjal Olaszországba. Akkor ismertem meg Udinét, a várost, ahol aztán később tanultam, és a tanáromat, Patricia Tassinit. És miután lediplomáztam itthon, volt bennem egy olyan sugallat, hogy én ezt szeretném folytatni, ugyanis az a pár hónap Erasmusszal az csak egy ízelítő volt csupán abból, hogy mit lehetne ott tanulni. Így megpróbáltam kint a felvételit, és sikeresen fel is vettek elsőként. Azért itt megakasztálnálak egy picit, hogy azért felvételizni külföldön, azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog lehetett. Erről mesélsz nekünk egy pár mondatban? Így van. Hát számomra a legizgalmasabb rész valójában a nyelv kérdése volt, ugyanis én úgy próbáltam meg a felvételit, hogy nem beszéltem még olaszul, pár szó kivételével. Ugye a helyet már ismertem valamennyire, tehát az, hogy kiutazni, a felvételi anyaggal elkészülni, nyilván van az emberben egy izgalom, hogy játszani kell a felvételin, de talán ez volt még a kevésbé nehéz része. Viszont kérdeztek így kicsit olaszul is, vagy hogy egyáltalán valamennyire tudom-e már a nyelvet. Megmondták a felvételi során, hogy a két év alatt viszont meg kell ugye tanulnom, hiszen a szakdolgozatot olaszul kell mind megírni, mind megvédeni. Ez nem keltett benned félelmet? Egy kicsit így volt, de úgy voltam vele, hogy ha már azt mondtam, hogy én megpróbálom, akkor beleadok mindent, amit tudok, igyekszem nyelvórákat venni. Ugye kint is voltak elméleti óráim olaszul, ami az első évben kicsit nehézkesen volt, de végül lekopogjam sikerült, és nyilván nem anyanyelvi szinten, de azért egy elég jó szinten megtanultam a nyelvet, és így meg tudtam írni a szakdolgozatot is. És egyébként tervezed, hogy Olaszországba visszamenj dolgozni? Hát hosszú távra nem biztos, de mindenképpen szeretném megtartani így a kapcsolatot az országgal is, főleg Udinével. Egyrészt, ha már megtanultam a nyelvet, nem szeretném ezt hagyni elveszni. Másrésztről még a tanárommal is szeretném tartani a kapcsolatot, néha akár egy óra erejéig visszalátogatni. Emellett van kint egy zenekar, amiről meséltem korábban is, a Ventaio nevű hárfazenekar. Specifikusan csak hárfásokból álló zenekar ez. Ez hihetetlenül szép hangzása lehet, amikor hány hárfa szólal meg egyszerre? Hát mikor, hogy 15 és 25 között ez nagyon az változó. Kórusa. Igen, igen, egy nagyon speciális, különleges hangzása van ennek, de tényleg csodálatos tud lenni. És amennyire majd az utazás meg időm engedi, néha szeretnék majd így a zenekarba is visszatérni és játszani velük. Mert hogy egyébként, amíg kint tanultál, addig adtatok ti koncertet, nem Igen. is egyszer. Milyen együtt dolgozni? Ott csak olasz művészek vannak, vagy ugyanúgy az Erasmus kapcsán vannak olyanok, akik így a
több országból verődtek össze. Hát mondhatni, hogy végül is a zenekar is egy kicsit így nemzetközi tagokból áll. Van egy mag, akik évek óta, akár tizen, akárhány éve is benne vannak a zenekarban, és vannak olyanok, akik mondjuk külföldön dolgoznak, akár olaszok, vagy külföldiek, de néha visszatérnek, mert hogy játszottak korábban a zenekarban. Így van egy-két szlovén lány, magyar én vagyok egyedül, van, aki Németországból érkezik, úgyhogy nem csak az olasz színeket képviseli a zenekar. Egyébként ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezted az alapdiplomádat. Itt egyébként van különbség, nyilván van különbség a két ország meg a két tanítási mód között, de hogy így az olasz zene az valahogy így beépült az életedbe, megszeretted? Vagy hogy lehet ezt így más a tananyag? Kicsit így a különbségekről mesélj, kérlek. Hát maga az alap, tehát a zenélés az nagyon hasonlatos. Ami a legnagyobb különbség volt így a két egyetem között, hogy ugye nekem szakdolgozatot kellett írni Olaszországban. Ez én úgy tudom, hogy az olasz egyetemeken sincs mindenhol így, de nálunk így volt. Itthon a diplomamunka mind alap, mind mesterképzésen egy koncert, ugye, amit a kedves nézőközönségnek ad a zenész. Kint ennek a struktúrája zajlott kicsit másképpen, ugyanis egy nagyobb volumenű záróvizsga, tehát lényegében az is egy nagy koncert, azt minden évben ad a zenész, így az iskolában. A diplomám viszont nem kell annyit zenélni, hanem maximum egy negyed órát, ugye azzal a témával kapcsolatban, amiről az ember írja a szakdolgozatot, és a diplomán ezt kell olaszul megvédeni. Hihetetlen. És egyébként hogyan zajlott ez technikailag? Hát nem volt egyszerű, azt kell mondjam. Tavasszal még azt mondták, hogy nem feltétlenül lehetséges ezt online megcsinálni, de a jelen helyzetre való tekintettel előbb-utóbb muszáj volt megoldani. A darabokat én vettem fel magam, tehát azt fel kellett tölteni, ugye nem élőben játszani így az internet kapcsolat nehézségei miatt, és egy külön platformon az iskola megoldotta, hogy ugye mind a tanárok mindén jelen tudjak lenni az adott időpontban, remélhetőleg úgy, hogy halljanak és lássanak is egyaránt, és igaziból így mondtam el, vagy védtem meg a szakdolgozatot, amit írtam. Hát ehhez gratulálok, és köszönöm. Szerintem a nézők is ugyanígy vannak ezzel. Ugye, hát ez egy fontos fordulópont az életedben. Nyilván. De volt ebből egy pár már, nyilván amikor kiköltöztél, de egyébként amikor elhatároztad, hogy te komolyan szeretnél hárfaművésszé válni, ez hogy alakult így? Hány éves voltál, amikor így megfogalmazódott benned, hogy na már most én pedig ezt komolyan szeretném csinálni, és hogy vezetett ez az út odáig, hogy most mesterdiplomásként itt üzvelem szemben? Igaziból elsős korom óta én zenélek már. Annó zongorával kezdtem, nagyon sokáig ez a hangszer is végigkísérte az utamat. És ami igazán meghatározó élmény volt így a hárfa szempontból is, az a 8 év, amit a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában töltöttem és tanultam. Gulyás Csillával kezdtem el hárfázni 8 évig, tehát lényegében az összes alapot ő fektette le számomra, és ez idő alatt szerettem meg nagyon a hangszert is. Az iskola jó voltából, ahol mindig jelen volt a zene, így a zene szeretete is nagyon mindennapos lett számomra. És emlékszem, hogy ilyen 13-4 éves korom körül, tehát mielőtt ugye elmehetne konzervatóriumba is az ember, én gondolkoztam, hogy elmenjek-e esetleg, tehát hogy nagyon specifikusan már csak a hárfára, vagy a hárfás életmódra készüljek, vagy maradjak ugye a kórusiskolában. Végül maradtam, és nem is bántam meg. De ilyen 13 éves korom körül én már tudtam, hogy ezt szeretném majd csinálni. És egyébként most, hogy ugye a diploma a kezedben van, mik a tervek?
Hát ez egy elég igen, a mai világban, a mostani igen. helyzetben nehéz erre bármit mondani, de hogy mi van a fejedben, igen. mit szeretnél? Hát persze meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd, hiszen egy zenésznek sosem egyszerű, hogy azt mondja például, hogy mondjuk én zenekarozni fogok, és akkor ott egy zenekar is bekerül. Egyrészt hárfásként nincs is annyi lehetőség, tehát annyi pozíció zenekarban játszani. Egyelőre én úgy vagyok vele, hogy mindent szeretnék kicsit csinálni és kipróbálni. Eddig is jártam már zenekarokba kisegíteni. Egyelőre inkább ez a része vonz, tehát nem állandó tagként, meg hát meglátjuk, hogy esetleg mikor lesz próbajáték, de szeretnék járni kisegíteni zenekarokban, tanítani is, nagyon szeretek kicsit átadni a tudást, amit én is megkaptam másoktól, és lehetőségek szerint koncertezni is. Egyébként egy kicsit kitérve arra részre, hogy te ugye tanítasz is. Igen. Mesélj erről, kérlek, hogy jött ez az életedbe, és mit szeretsz benne, hol csinálod? Igen, hát én már érettségi évében elkezdtem tanítani csak egy-két gyereket először, tehát már egy ideje jelen van az életemben a tanítás is, és nagyon szeretem és élvezem igaziból így átadni a tudást mind kicsiknek, de akár felnőttek is szoktak hozzám járni, őket is tanítom. Jelenleg Pilis Szent Lászlón tanítok a Waldorf iskolában, most már ez a második évem, és mind a közeget is nagyon szeretem, egy nagyon befogadó társaság, és nagyon élvezek ott tanítani, és valóban nagyon jó érzés átadni a tapasztalatot, meg a kicsiknek ezt megtanítani a maguk nyelvén és szintjén egészen az alapoktól. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon csodálatos dolog lehet, átadni a tudást, nem beszélve arról, hogy amikor az ember átadja a tudását, akkor az már egy biztos tudás, tehát hogy azáltal is rengeteget lehet fejlődni és tanulni. Egyébként hát már csak a hangszeredről nem beszéltünk, a hárfáról, ezt kicsit mutassuk be a nézőknek, hogy azért ez egy nehéz dolog. Igen. Ha erről a nehézről most eszembe jutott, hogy mind súlyra is egy, nem egy apró hangszer. Igaziból az egyik legősibb hangszernek mondható a hárfa, már az egyiptomiaknál is, vagy tőlük is maradtak fenn freskók, vagy különböző képek, ahol a hárfa elődjével látható egy-egy zenész, úgymond. Az a hárfa, a dupla pedálos hárfa, amit ma használunk, ez a koncerthárfa, ez a 19. század elejétől él, vagy akkor lett ez felépítve, az 1810-es évek elején. És hát egy nagyon összetett hangszer, azt kell, hogy mondjam. Nem is tudom, hogy sokan általában nem tudják, hogy nem csak a kezünkkel játszunk és szólaltatjuk meg a hangszert, hanem pedálja is vannak. Igen, ez nekem is újdonság lehet, hogy én vagyok egy kicsit nem jártas ebben, de hogy az például mire való? Hát van összesen 7 pedálja a hárfának, azon belül is mindegyiknek 3 pozíciója, és ezzel tudjuk a hangmagasságot változtatni játék közben. Ezt úgy kell elképzelni, mint zongorán a fekete billentyűk. Ugye annyi húrt, ha ráraknának egy hárfára, nem lenne se vége, se hossza. Ezért... Így sincs egyébként. Igen. Ezért a pedállal tudjuk változtatni a hangmagasságot, és ahogy lenyomjuk, úgy az adott húrnak a hangmagassága megváltozik. Mennyi idő megtanulni hárfán játszani? Gondolom egy élet is kevés, hogy az ember a technikát kicsiszolja, de hogy ott tényleg a lefogás, hogy lehet megtanulni, hiszen ott nincsenek bejelölve konkrétan a hangok. Hát annyi segítségünk van azért, hogy vannak színes húrok a hárfán, hogy valamelyest mégiscsak el tudjunk igazodni rajta. Ez főleg a kicsiknél is tényleg egy nagy segítség, és egy jó kiinduló pont a tanulásra. Azt gondolom, hogy nincsen konkrét válasz arra, hogy hogyan vagy hány év alatt lehet ezt megtanulni, mert mindenkinek más az a metódus, az az idő, ami alatt el tudja sajátítani ennek a hangszernek a tudását. Nyilvánvalóan attól is függ, hogy milyen szinten szeretné megtanulni.
És hogy mennyit gyakorol? Pontosan, igen. Azt gondolom, hogy egy professzionális zenész pedig sosincs kész, tehát sosem tudja azt mondani, hogy na, én most mindent megtanultam, és mindent tudok. Az első saját hárfád az egy ilyen nagyon jó emlék lehet? Gondolom, amikor az ember először megkapja a saját hangszerét, kötődsz hozzá valahogy? Igen, ő azóta is megvan. Az első hárfám az nem egy nagy koncerthárfa volt, amit említettem, hanem egy kisebb hárfa, egy tanuló hangszer lényegében. Kicsit más a felépítése is, meg a rendszere. Ő azóta is megvan és velem van, és hát mindenképpen egy nagy élmény volt, hogy először otthon is leülhettem, és tudtam gyakorolni, és elmondhattam, hogy van egy saját hárfám. Egyébként Olaszországban most tudom, hogy ugye a járványhelyzet miatt az utazások azért hát vagy meg tudnak valósulni, vagy nem. Tervezed, hogy kimész a közeljövőben? Én szeretnék majd kijárni, ahogy említettem, akár a tanáromhoz is egy-egy óra erejéig, vagy zenekarozni. Meglátjuk, hogy ez a következő hónapokban hogy alakul. Nagyon előre nem tudok most még ezzel számolni, de hogyha úgy alakul, akkor mindenképpen szeretnék majd menni. Hát én ehhez szeretnék neked sok sikert kívánni, meg tényleg ahhoz, hogy a céljaidat, terveidet, álmaidat meg tud valósítani. És még egyszer nagyon-nagyon gratulálok neked a mesterdiplomához. Köszönöm. Mikus Adriennel beszélgettünk, hárfa művésszel. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!